Az egész képzésnek az a fő célja, hogy ti meglássátok magatoknak azt a területet, amiben utána jobban úgy elmélyültök és komolyabban nekiugratok. Hát a tegnapi nap volt ugye az úgymond elméleti rész, és akkor ma vagyunk itt kint a mezőn, mint a gyakorlati részen. Vagyunk Pomázon az őrület határán, ami a melegnek köszönhető. Most itt az a cél, hogy a tanulóink a manuális irányítását sajátítsák el a gépeknek. Most jobbra? Igen, jobbra fel és közben emelkedj még egy kicsit. Kihoztunk bemutatni pár komolyabb monstrumot, amit a komoly ipari felhasználásra gyártottak. Rettenetesen izgultam, soha nem volt a közelemben drón távirányítóhoz közöm nem volt, és hát megtörtént a beavatás tulajdonképpen, és fantasztikus élmény. Nem is gondoltam, most is ráz a hideg. Soha nem drónoztam még, nem is találkoztam vele ennyire közelségben, nem is fogtam a kezemben se drón, se joystickját. Már 7 évvel ezelőtt vásároltam egy drón, de az egy játékgép volt, igazából semmire nem volt jó. Jó volt megismerkedni a drónokkal, repültünk, ez nagyon érdekes volt, nagyjából nekem ez volt a harmadik felszállásom, szóval így jó, nagyon jó. Megtekintető volt egy tetőtakarító, napelemtakarító, egyébként 10 kg hasznos terhet cipelő Hercules 10 nevezetű drón. Emellett bemutattuk a DJI-nak az Agras T16 permetező drónját, ami egy nagyon felhasználó barát, és elérhető áron működő, bár hidraulikus szórórendszerrel működő permetező technológia. Továbbá látható volt még a 120 km/h-val is repülő és repült Altura zenitgép. Szóval mehetünk. Forgunk. Egyébként a ipari felhasználását tekintve 38 különböző payloaddal lehet ezt szerelni. A napelemek vizsgálata, villamos hálózatok, telefonos hálózatok, telefontornyoknak a vizsgálata, mesterséges intelligenciás kamera, ember személyfelismerés, követés, rendszámfelismerés és még sorolhatnám. Emellett a Unique H520 gép, amivel a gyakorlatot is folytattuk, bemutatásra került még a területmérési funkciója, ahol egy kijelölt területet, jelen esetben ez egy 10 hektáros terület, annak az éres felvételezése is megtörténik. Párom van oda a drónokért és mindenféle mozgókötyükért, és volt itt, és olyan fantasztikus élményekről számolt be, hogy hát akkor én is gondoltam, hogy eljövök, és kipróbálom. Gyönyörű. A képzés szuper volt, aranyosak az oktatók, kellemes a hangulat. Csak pozitív tapasztalatom van a mai nappal. Széleskörű, színes. Amit így két napba bele lehet sűríteni, az benne volt. Teljesen kiforratlan még ez a drón kultúra, ha lehet így nevezni, illetve a drónnal kapcsolatos ipari felhasználások, nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van még. Én a szolgáltatóipart céloztam meg, ami tetszik. Ez a földmérés, építkezés, támogatás, ilyesmi. Kézenfekvő az a napelemtisztítás, ez a permetezés még egy picit nekem távoli, de a többi más, a fertőtlenítés, hogy jelenleg van ez a helyzet, talán ebben jobban ki lehetne használni a dolgokat, akkor maga szúnyogírtás. Mindenképpen valami ipari felhasználásra, tehát szolgáltatás vagy hasonló, amiben gondolkodom. Nekem itt dölt el az, hogy én ezzel egy igazából foglalkoznék.